Brüsszelben földön fekve, Párizsban kolompokkal és ébresztőórákkal tüntettek a klímavédelem miatt. A klímavédelmi világnapon több mint 180 országban 4000 tüntetés volt. Ez pedig már Magyarország, a Széchenyi fürdő. Nagyon jó! Budapesten éjszakai fürdőzéssel tüntettek. A klímavédelem követe Kim Nguyen is ott volt, aki másfél éve indult el világkörüli útjára biciklivel Ausztráliából. A fürdőzés előtt azt mondta, a biciklije a háza. Ha tönkre megy, nem tud tovább menni, pedig nagyon szeretné még elbiciklizni Koppenhágába, ahol nem sokára klímavédelmi konferencia lesz. A budapesti szervezők célja az volt, hogy a fürdőzéssel Magyarország is felhívja a figyelmet a klímaváltozásra. Magyarországon is érzékeljük már az éghajlatváltozás hatásait, bár messze nem annyira, mint a szigetlakók, akik már tényleg területeket vesztettek el, és vannak olyan szigetek, amik 2050-ig eltűnnek a föld felszínéről. A Valami Amerika című film rendezője Herendi Gábor egy félperces kisfilmet forgatott a buliról, amit majd levetítenek a klímavédelmi konferencián. Nem lesz egyszerű ennyi embert mozgatni, úgyhogy hosszú nem lesz, remélem hangulatos lesz. A forgatást élvezték a fürdőzők, labdákkal dobálták egymást. Folyamatosan csak azt látom, hogy jönnek mindenhonnan a labdák. De nagyon jó volt. Voltak, akik csak a buli miatt jöttek el, de voltak olyanok is, akik a klímavédelem miatt. Nekem erről azt jutott eszembe, hogy azért fontos, hogy ez rengeteg ember összejön a vízben, hogy a víz, hogy mennyire fogy az ivóvíz, a föld ivóvízkészlete. Egy turista szerint ez egy őrült buli, ilyet még sehol sem látott. Azt mondta, nagyon jól érzi magát, bár a sör lehetne ingyen. De nem volt, fizetni kellett a belépő mellett az alkoholért is, sokan azzal melegítették magukat. Kit hideg van, de a víz jó! A buli hajnalig tartott, időnként esett az eső, de ez senkit sem zavart.